Üdvözlök mindenkit akkor a ma esti livestreamben, és most már, hogy túl vagyunk egy nagy mexikói túrán, most már elérkezett egy újabb játéknak az ideje, és meglovogolva lehelletnyit azt, hogy kicsit égnek az emberek GTA lázban, bármilyen szinten, mert van, aki tényleg szinte már lázas, amiatt, hogy mondjuk úgy átesett egy szörnyű élményen, de meglovagolván ezt a dolgot. Hátra maradt még egyébként egy GTA, amit még soha az életben nem játszottam, és ez nem, hát ugye, most így nem mondható így a menü alapján, de ez a címben viszont olvasható, hogy ez a GTA Vice City Stories lesz, ami a mai alkalommal látható lesz, és a végigjátszása a mai alkalommal elkezdődik. Hát ennek a PlayStation 2-es változatát fogjátok látni, és én meg fogom tapasztalni, bár én régebben a kipróbálás szintjén a PSP-s változatát azt így néztem, láttam, és játszottam vele, és hát nem tudom pontosan, hogy amúgy milyen, úgyhogy mai alkalommal szépen ki fogom tapasztalni. Nagyjából egyébként szerintem az várható majd el, mint mondjuk a sima Vice City. Ez az alapján mondom, hogy még az év elején volt a Liberty City Stories-nak a végigjátszása, ugye szintén a PS2-es változata, amiben azt tudtam mondani, hogy eléggé GTA 3-szerű volt a játékmenet, úgyhogy valószínűleg a GTA Vice City Stories-nál meg eléggé GTA Vice City is lesz majd. De hát meglátjuk, hogy mi a helyzet. Technikailag ugye story szintjén viszont nagyon a Vice City story-nak az elődjébe vagyunk benne, nem tudom pontosan évszámot, hogy mennyi, de lényeg a lényeg, hogy meg fogjuk most tudakulni a végigjátszás során, hogy aztán majd honnan jött az egész GTA Vice City story. Ha már GTA Vice City stories. Na, és akkor ezt a nagyon rossz point előve, akkor nézzük. Ja igen, emulátoron fut a játék, már csak azért is, hogy ne legyenek problémák, mint FPS-ben és hasonló egyéb dolgokban, úgyhogy emulátoron fut a játék, de elméletileg nem lesz ezzel probléma. Na, de akkor meglátjuk a egészet. Ja igen, zene lenne eredetileg, de hát a játék, és azt hiszem a cutscene-ek is eléggé hemzsegnek copyright claim-ekkel. Vagy hát legalábbis olyan dolgok, ami miatt egyrészt a Twitch is jelezne, de főleg a YouTube. Úgyhogy lehet, hogy lesz a végigjátszás során olyan eset, amikor fogom és a komplett játékot így lenémítom, és akkor nem lesz hallható a zene, a muzsika. Viszont van felirat bekapcsolva, úgyhogy ha ne adj Isten úgy beszélnének, hogy megy a zene alatt és közben pofáznak, akkor nem kell parázni, mert van felirat. Vic Vance reporting for duty, sir. Ezt lehet olvasni is. Relax, relax. Are you well? Yes, thank you, Sergeant. Good. In here, you can call me Jerry. Már ez az, hogy visszarakhattam volna 16:9-esre a képarányt, de nem baj, legalább egy picit így esztétikus. Olyan, mintha rendes PR2-t játszám, csak kicsit élesebb. What makes you polish your boots and put bullets in your guns in the hopes that maybe you get to shoot someone, huh? I got a difficult family. I got responsibilities. What? Kids? A broad giving you shit, huh? No. Brothers. One is real sick. Asthma. And I gotta pay the bills. The other, well, maybe he's sick too, but in a different way. Mom's a mess. So you joined the army to get rich? Not exactly, but, you know, my dad, he came here from DR. We didn't have a lot of opportunities. You know, what else was I supposed to do? Why did you join up? To get rich! Why are you messing with me, Sergeant? I ain't. Chill. Relax. Take a seat. Look, Vic, there are plenty of opportunities for a man who knows the game to make real money. So, I don't want any trouble, man. Who wants trouble? Nobody. Everybody wants to relax. No relax. Szerintem a be van állva, mint a szar. Nice and easy. Listen, I don't think this is for me. So if there's nothing else. Hey, relax, huh? Come on. Hányszor fogja meg azt mondani, hogy relax? No risk. So why do you need me if there's no risk? Because I gotta take registration. Besides, you're not on duty for a couple of days. Listen.
You take my bike, you go over to the airport, and you pick up a package for me, huh? Okay. Just this one favor, and that's it. Good. Jó kezdés. Listen, if plans change, I'll let you know. What's this? It's a pager, tough guy. Welcome to the 80s, Vic. Na, jó van. Watch your AOR, son! Na, hát azért jól kezdődik. Az igen. Na hát lehet ismerkedni a PS2-es irányítással, az nagyon jó. Nem is tudom, hát ugye ez az, hogy év elején toltam a ugye Liberty City Stories-t, a PS2-es változatot, hát azért az irányítása nem volt adhati probléma. Ja, hogy? Ja, meg oda kéne fölmenni. Várjál, ezt megoldjuk. Okosba. Így. Írni. Rövidebb út. Hey, Army boy! Jerry sent you. Say, Jerry? Sergeant Martinez. Sure. Hey, come with me, soldier. I've got something for your boss. Aha, cool. Man, life's been good to you. Come on, let's take a ride. Here's Jerry's stuff. Tell him my cut goes up next time. Vice City's getting too peligroso for us freelancers. Speaking of which, we've got company. Grab jó, that gun and igen. Take them out. Már lövöldözni fogunk. Oké. Okay. What the hell? Aha, jó van. Abandoned ship. Ha, jó van. Tudni meg nem tudok. Hide yourself in your barracks, jó van. Ez igen. Ez első küldetés. A javából. Jó, legalább megtanul. Aquafitness már ez így, ahogy megyek. Ez az igazi Aquafitness. Oké, okay, tehát akkor itt fogok menteni egyet. Barracks. Hát, a jó öreg floppy. Ja igen, és ugye 6 óra. És már van pisztolyunk. Nagyon jó. Micsoda muzsika. Tudom, hogy néhány cuccot nem lehet találni itt hátul. Nem mi. Ezek szerint ezt nem lehet kinyitni. Oké, okay. Na mindegy, akkor mentsünk egyet. Jó. Akkor most ide dobtunk egy mentést. Ha jól tudom, autómentés azt hiszem nincs. Gyors megnézem, de én úgy emlékszem, hogy nincs. Hát rohadtul nincs. Szóval... E. Ez meg az előző izém is, ennek volt a briefje. Ja, hát Martineznek a izét megtaláltam, úgyhogy ezzel nincs probléma. Look around. Oké, okay, kösz. Így hátrafele is tudok nézni. Az mondjuk majd jól jön.
A sprintet már megtaláltam, közjáték. Kicsit lassú a játék. Lassan dobálja itt a tutoriált, még ilyeneket. No worries. Oh, look, I gotta go. The cavalry just turned up. Okay, bye. Corporal, what can I do for you? Listen, Jerry, you gotta get rid of that stuff. It's making me nervous. I'm not into drugs, and chill I don't... Chill the fuck out, my friend. You're really getting on my nerves. Besides, who are you gonna get in trouble with? I'm your superior officer, and you told me you needed the money. I do need the money. Uh-huh. But you don't like drugs. I don't think they're a good scene. Me neither. Az igen. But you like guns, huh? Kihúzott a csukott fiókból egy kártyát. No. Good. Because I know a guy who can sell all the guns we can get him, which is, trust me, quite a lot. I don't know, Sergeant. This is getting heavy. You'll make a whole pile of cash for nothing. Buy that sick brother of yours a whole lot of candy. What do I have to do? Hát nem az, hogy egy szívd el a kokót, légy szíves. Nothing. Just go and pick up the money from him. He's down over by the docks. És ott lebeg a kártya. Figyeljétek! Want some of this, huh? Ott lebeg a kártya. Hát igen, ilyen az, amikor az IKEA-ban megvettétek az új asztalt. Kötelező jelegekkel a szagolni, szimatolni minden. Nincs az az Isten. Ne szagoljuk meg az új IKEA-s asztalt. Ami mi történik, hogyha én ott lelövöm az embereket, mert ott volt náluk AK. Érdekel. Lenyolhatnám az AK-t. Tökély, hogy megint motorral megyek. Nem emlékszem, hogy ez a híd ez volt eddig is. Nem tudom, hogy újítottak annyit itt a Vice City-be, hogy... De mint néhány dolog azért itt lett. De nem vagyok benne biztos, csak... Szerintem. Itt tök jókat ugrálgatok. Azt nézem, hogy az ízére tér fele jövök. Tényleg egy csomó hely most annyira nem ismerős. Persze Vice City-vel hát mikor játszottam 2019-ben, tehát 2 éve, úgyhogy hát azért lehet, hogy nem csak nem ismerős néhány helyszín. Ez már most az ízé, a dock rémlik, csak nem így nézett ki eddig is. Ennyire volt tele pakolva? Hát nem, nem tudom, na mindegy. A dockokra emlékszem, mert itt ugye volt egy ilyen... Ezért pont itt ennél, akkor el kellett lopni egy hajót, azt hiszem. Az igen, milyen fegyver. Azaz. You must be Vic. Jerry told me about you. Hey, I used to be in the service. Yeah, listen. He said you'd have some money for me. Sure, sure. Well, I ain't a bank. I don't have it on me. But I'll take you to it. Nagyon jó. Azt hiszem, újra leszetelődik ilyenkor a kamera nézet. De egyes alkalommal azért az úgy... Nem okay. Az igen, hogy oda teleportált a teherautó. Ha, ez megfordulás volt a javából. I've been having trouble with them Cholo boys. Some of them have What the hell is a Cholo? Bunch of Mexican gangbangers, bad boys, trying to take over all the gun running in town. Look, where's the money, Phil? Yeah, well, funny thing, you see, it's like this. It's under the floorboards of my old place. But the Cholo evicted me and now I can't get to it. I'll get to it. Aha, egy pisztolya. Várjál, és hogy fogok tudni célozni?
Hú, na magyarázatot, kedves játék. Mi lesz itt? Pre-aim. Azt nem mond nekem, légy szíves. Hogy nincs autóim. Hold R1 to lock on target. Van egy olyan érzés, hogy szerintem lehet nekem be sincs állítva. I'm gonna kick your ass! Ha. Jó, van, nagy nehezen működött ez. De miért működött ilyen rohadt nehezen? Relax. Cholo kill you good pendejo. We're gonna make this real unpleasant. Pinche cabrón. Igen, de szóval itt valami... Ez így nehezen fog működni. Szuper. És visszakapom a fegyvereket? Kedves játék, kap be! $2000 kéne most azonnal, hogy visszakapjam a fegyvereimet. Jó, hát ez egy eléggé bína ismerkedés így a játékkal, szóval... És mondjam, ezt nem így kéne elintézni. Há, a cutscene-t hál' Istennek nem kell végignézni. Tudod mit? Leszek olyan hülye állat. És azért kíváncsi vagyok, hogy mi van akkor, hogyha elütöm a társaimat és lehagyom a fegyveréket. Az megvan egyébként, hogy engem most elkezdte küldözni? Hülye állat vagyok, tudom. De ne is haragudjatok, mikor kapásban egy olyan helyen vagyok, ahol most M4-eseket lehet szerezni meg ilyen. Szerintetek? Várjál, itt lehet akkor menteni kéne egyet. Really? You want this to get out of me? Don't be a dick. Ez azért, mert körözettségi szinten van, de kezdnek üldözni. De érdekes, jó van. És igen, ez így elég érdekes lesz, hogy úgy fogok most menteni. Aztán meddig látjuk, hogy ez mennyire érte meg. Szerintem semennyire amúgy. Jobban belegondolok, mert szerintem most itt elkezdek. A kocsi. Ja, felrobbant. Of course. De érdekes mód nem üldöznek, tehát akkor ezek szerint csak amiatt kezdtek el üldözni, hogy elkezdte, hogy ott valaki valakinek neki mentem, túlélte, és onnantól kezdve elkezdtek lövöldözni. Fair enough. De, ingyen M4, YOLO, meg pisztoly. Szóval, 200 IQ, odafigyelje.
Jó, ezt nem nézzük meg, hogy újra megszagolja az IKEA-s asztalát. Sure. Az már nem érdekel. Egyszer megtörtént a viszontlátásra. Mehetünk még egyszer Phil Cassidyhez. Wow. Ah, wow. Jó van. A motorokat nem, ezért nem szeretem ebbe a játék. Nem is azért ebbe a játékba. Általában. Mondanám azt, hogy elvinném a tankot. A nagy büdös helyzet az az. Add ide ezt a Patriotot, nekem jobban tetszik. Jobban szeretem, mint a motort. Igen, viszont a kettes körözöttségi szintem nem nagyon akar lejjebb apadni. Ebből mindjárt generálok egy egyest. Ugye útközben láttam ott egy valami ízét. Amit erre fele mentem. Egy pont jó lesz. Mi? Mi történt? Miért fél? És riperóni makaróni. Személygépjárművet szeretnék. Most azonnal. Hol? Nem volt itt a környezetemben egy rendőr se. Átverésnek érdem. Jézusom, de távoli kamera! Ez az hülye, aki azt használja, ez miért jó? Megjöttünk Philhez. Ezt se nézzük már meg, tudjuk mi van. Phil idióta és szar helyen van a manióka. Amúgy nagyon jó, hogy amúgy kapásból a második küldetés az, amit elrontottam. Csak jelzem. Ez már valami. Jó, tudjuk nagyon jól, hogy Phil idióta. Na, haladjunk is. I'm gonna kick your ass! You little bitch! Na, meg is vagyunk. I'm a soldier, Frank. Cholo kill you good pendejo. És kiderül, hogy nincs meg a pénz. És de, az meg hülye vagyok ott a korvett. Hogy várjét, mi volt ennek a neve? Az igen, kinyitotta a semmit. Ja, ez a Banshee. Tényleg? Ez érdekes, mert várjál, a Banshee... GTA 3-ban nem a Viper volt a Banshee? Atya úristen, mi ez a remegés, te? Speed! Mármint sebesség, nem a... nem a drog. Jézusom. Oh, Jesus Christ, ide vele azonnal. Ennél nagyon mákom nem lesz életben. Belecsalapunk azért a lecsóba, hogy most egy csomó dolgot én itt felfedezek izomból, de nagyon gyorsan.
Meg amúgy azt vettem észre, hogy vannak hídak. Sírak, amik eddig szerintem nem voltak. Várjál, térkép mit mond? Az, hogy egy nagyon ramagy helyen van. Eme oldalt. Ja, hát hülye vagyok, baszki, hát mert Martinezhez kell menni. Ami nagyon jó tényleg az, hogy ha a katonákat kezdek el instant ölni, akkor már egyből körözés. Megjöttem. Nem, döglés van. About to get Sierra Hotel in here. Come on, civilian donkey dick. Kasz, végre, köszi. Nem kaptad tőle egy M4-est. Na mindegy. Megette. Jó, nem tudtam elolvasni ezt a izét. Köszönöm játék. Nem akarok a kameramódok közt váltogatni. Ami ez a szar, hogy mindig ugye jönni kell menteni egyet. Kötelező jellegek el. Hát végülis jó, nem feltétlenül, mert utána, hogyha tudok izé fizetni ugye a 2000-et, akkor végülis visszakapom a fegyvereket, csak hát még most marha mód nincs annyi. Ó, nem áll, hova lett a személygépjárműben. Most jut eszembe, hogy amúgy csak fogom magam és elkezdek tolakni, aztán ebbe gurulni. Ennyi az egész. Conduct unbecoming. Hey, Victor Vance! Wow, did anyone ever tell you got a really dumb name? No, no one's ever mentioned that before. Oh my... Look at that! Hey, is that legal? Can animals give consent? I don't know. Listen, Jerry, can you stash that weed somewhere weed? Else? What weed? I'm sitting with you! Come on! Having fun! Rock and roll! Oh, would you fucking relax, my friend? Look, I'm not some idiot that you can just... I never called you an idiot. Oh, shh, shh. Look at that. Oh. Oh, now she got a pig and a horse. Hoo-wee. That candy sucks. That's some guy's daughter, man. Listen, Jerry. No, you listen, huh? Oh, dude, will you look at that? Man, I gotta get laid. Oh, jeez. Hey. If you weren't such a square, I'd do you, huh? I'm joking, come on. This is the army, not the navy, huh? Hey, listen, man, I need a broad, huh? Oh, I need Mary. Mary, yeah. Oh, Mary, quite contrary. Oh, come on, man, I need a favor. I need you to collect your pot, dude. Sure, I'll go get that from your quarters. You go get married for me, okay? She's over at Vice Port. Oh, and go see Phil again. He says something about a gift for you. Huh? I don't trust you, Martinez. Hey, that is not an appropriate way to speak to a superior officer. Now get on with it, come on. The reefer is under my bed. Oh, genius, great hiding place. What are you, 15? Huh, hurry up. Oh, hey, and tell Mary I love her! Fucking idiot. Oh. Hát körülbelül az. Martinez is tényleg idióta. Atya-gatya. Megint motor? Oh my god. Amúgy tök durva, hogy... Az milyen autó? Az se rossz. Give me that shit. Hallod, milyen istenbe beszálltam, elkezdett esni az eső. Hurrá! Ez kb. Ez olyan jelenet, hogy... olyan autóba ülsz, aminek nincs teteje. Mi lenne, ha véletlenül esne az eső?
gyakorlatilag megmosom a kopasz fejem. És csak szólok, hogy nem tud úszni. Yes! Erre a fókuszt meg nem kapcsoltam ki. Én meg hülye vagyok. Jó van. De, tudom, mi a szar volt. Na mindegy. Jó, hát akkor mehetünk megint. Az nem este volt, most meg nappal lettem úgy hirtelen. Ez kicsit érdekes. Jó, hál' Istennek a shit show-t nem kell megnézni még egyszer. Ki lehet nyomni. Egyszer elég volt. Tudjuk, hogy Martin ez most már inkább perverz. Volt nincs. Na, motort nem szeretek használni. Azt hiszem, hogy megint elkezd majd esni az eső. Ah. Nem sikerült őket elütni. Fuck. Két kerék! Nem jó, nem jó dolog, hogyha két kerekedek. Az tök jó, most már ilyen autók járkálnak. Most már más színbe. Most már csak ilyen autók vannak, tényleg, azt nézem. Szia Balázs! Jelentkezzél át a sajátodra? Az olyan nincs kedvem. Ezt a faszt. Hoppá, gyuzi. Na, hát milyen tök jó. Ingyen M4-es, pisztoly. Ez még silencer-es is ráadásul. Meg kevlar, meg ilyenek. Na, ez eddig jó, és ez még csak a harmadik küldetés. És most jump. Ez egy nagyon jól sikerült jump volt. És amúgy tök jók ezek a... Mik ezek? 10 per 10 volt? Azaz. Amúgy tök, hogy így szorongatom az uzit. Ez most mehetünk Phil-hez. Megkapta a házsikóját vissza. Micsoda verda van. Megint esik az eső. Hey Vic, how you doing? Martinez wanted me to give you this. A kocsit. Don't worry, it's non-traceable. Don't worry. Man, I'm getting too deep into this shit. Ja, hogy ebben van valami. Hát én megírtam azt, hogy nekem most a holnapi nap nem lesz jó, mert későn is érek haza. Balázs, olvasni kéne Discordot. Mert amúgy jó lenne, de hát ugye ezt azt hiszem beszéltük is, hogy a podcast valószínűleg ilyen izé lesz majd, ilyen hírolvasós, meg beszélgetős. Az alapot felszerez. Egyébként hát azért, hogyha a podcastet visszahozzuk, akkor lehet róla szó. Vagy hát aztán beszéltünk erről, hogy esetleg akkor így meg lehetne oldani. Egyébként hova a túróba kell mennem? Oda nem messze. Nagyon jó. Már füstölög a kocsi. Alig mentem valaminek neki. Mi bő van ez? Kartonból? Ment a dubstep.
Thanks for the ride, rugged fella. És nagyon reméljük, hogy nem copyrightos. Maybe I can pay you back in kind later? I just need to find Mary. Sure, she's right over there. Are you Mary? Come on, let's go. Hey, we paid for her. She's not going anywhere. Is that a fact? Damn right. Come on. Let's get this low-life nobody and teach this bitch a lesson, too. Step off! I am a professional. Let's stay calm. Az anyád nem lehet lőni. I'm a soldier, don't push me. Get off me, man! Mi a túró? Az igen? Ha már hova az Istenbe irányoz? Just say no, crankhead! Tudod, mint ellopjuk az egyik ilyen autót. Szóval, ja, igazából én azt tudom mondani, hogy podcastet kell visszahozni, és akkor ilyen formába is. De ezt aztán mondtam már egyébként, nem? Hogy amúgy esetleg nekem még az az ötletem lenne, hogyha havonta, ugye, mit tudom én, a hónap utolsó vasárnapjára hoznánk vissza a podcastet, és akkor azt lehetne úgy, hogy akár ugye hírekről beszélni, meg hogy ha esetleg valakinek van témája, akkor úgy. Trinity! Mi a szar? De amúgy... Amúgy igen, olvastam, tehát nagyon jól sikerült. Valahogy egyébként meg se lepődök. Hey buddy, listen, I charge more for groups. You brought a whore onto the base? Have you no shame, boy? Are you a moron? Is that it? Drugs, whores, you're out of here, soldier. You're a disgrace! Na, eddig tartott a katonai szolgálat. Na, zsír. Az igen, milyen izé van már itt? Rockstar hamarabb észbe kapott, mint a CD Projekt. Na várjál, hát azért a... Azért ezt nem mondanám annyira. Ugyanis, tehát a fejlesztő az az a csapat volt, akik a GTA San Andreasnak a hát a HD kiadását, amit Xbox 360-ra, meg PS3-ra kiadtak, meg ugye aztán később is még megvehető volt, az ugyanaz a fejlesztő csapat. Ők csinálták most meg ezt a trilo, ezt a Definitive Edition-t, úgyhogy az a helyzet, hogy én tudtam valahogy előre éreztem, hogy szerintem lesz ezzel probléma. És lett is. Úgy vaskosan. Ez meg mi? Macséta. Hülye vagy? Baseball ütő helyett macsétát kérek inkább. Na, több haszna van. Tök jó, hogy a pályán így ennyire el vannak most szorva a fegyverek, ilyen ingyen. Úgyhogy én éreztem, hogy szerintem ezzel lesz gáz, és hát igen, lett is. Na mindegy, hát majd meglátom, mert amúgy pont ez az, hogy az a baj, gondolkoztam azon, hogy esetleg majd be... szerzem, mit tudom én, csak gondolkoztam, hogy vagy PC-n lenne jó ugye az irányítás miatt, vagy esetleg a konzolon, amiatt, hogy PS5-re, Xbox-ra, amiatt, hogy konzolon nem nagyon játszottam GTA-val. De úgy vagyok vele, hogy most így, hogy írtóbágos, így, na. Majd kipróbálom máshogy. Megvan az új safe house-om. Az jó, mert akkor kéne egyet menteni. Bulletproof Sanchez. Ő ki a halál akar venni, bulletproof
izét. Mi az istent, motort. Kocsi kell, bulletproof. Na, de tök király, hogy most így izé, tudom. Most már itt tudok menteni. Megmaradt a személygépjárművem. Na, hunna. Túrós csúszában van Phil. Oh my god. A tergetelésnek sok értelme nincs, én úgy látom. Ez gyönyörű volt. Hát hülye vagyok, hát tényleg, hát itt van, itt lent. Csóló Victory. Na nézzük. Amúgy nem tudom, milyen hosszú a játék. Phil, where are you? Phil, it's me, Vic! Oh. Put your hands where I can see them, boy. You think you can come here and rob me, probably try to rape me? I know your kind. Phil, it's me, Vic, your brother in arms. I'm gonna teach you a lesson. Lower your pants and prepare to cry. I'm gonna give you a shotgun suppository. Whoa! Igen, Phil, ez egy állat. It's me, Vic. Oh my. Vic Vance. Vic, why didn't you say so? Good to see you, brother. Come here. Let me squeeze a fart out of you. Oh, I'm sorry about Bruce, man. He was the best. Hey, I can still see the smile on his face when he shot that little gook. Bang. Go to hell. Damn. Have you been drinking? What do you think? Listen, we gotta go. I got something to show you. Come on. Come on. Come on. Jön, hogy jelenleg jöhet a GTA 4 remastered? Hát nem tudom igazából, na például a GTA 4 remasternek mennyi értelme van, mert jelenleg a sima 4-et kéne eszméletlen jól optimalizálni, az igen. Maybe I should drive, man. Damn stick shift. Ja, hogy ez volt a izé script. Oké. Okay. Szóval nem tudom, hogy egyébként mennyi értelme van annak, hogy kiadnak egy remastered-ot. Ha rohadt jól, sőt, igazából túl sokat nem kell vele csinálni, csak optimalizálni kéne az egészet, meg esetleg textúrákat cserélni, és boom. Mert amúgy elég lenne annak a játéknak csak annyi, mert amúgy most is jelenleg ott tart, hogy Xbox Series-en, hogyha meg lehet venni gyakorlatilag a játékot. És hogyha valakinek van Xbox Series-e, akár az S vagy akár az X, nekem ugye megvan az X, akkor nekem például ott ez... Sőt, hát... Ó, hát hülye vagyok. Én nekem fogok ugye kimenni majd a videó. És 60 FPS-sel megy a játék. És tök jó. Tehát igazából nagyon remasterölni se kell. Úgyhogy na, én például remasterdöt meg nem venném a GTA 4-ből. Pont azért, mert GTA 4 kétszer van meg. Megvan PC-re. Hát mondjuk a PC-s változat az ilyen... Vagy hát amiatt, mert hogy... hogy optimalizálatlan eléggé, tehát még hiába lett nagyon becsülve minden, eléggé optimalizálatlan, de megvan Xboxra is, ugye Series-en is lehet tolni, és megvan a sima 4, meg a mi van, meg a Strike 2. Az Episodes from Liberty City, az a Compet, gondolkoztam, hogy mondom, nem csak az izé van meg a Ballad of Gateway, de nem. Tehát az IFLC van meg, tehát az a izé DLC. God damn cholos, who do they think they are? Messing with me? Phil bitch killer Cassidy? Az igen.
Igen, Philly olyan van. This is some fancy driving. We're gonna need to get my car fixed up, Vic. Old girl ain't looking so good. Egyébként igen, de most amúgy, most így mondod egyébként, hogy amiatt, hogy utána ne kelljen mondjuk a GTA 6-ot kiadni. Ők emeletek már azért folynak a munkálatok. Nagyon mentek itt a rebesgetések most amiatt, hogy a... hogy most elméletileg kerestek embert, amiatt utána rombolható környezet is legyen benne, meg ilyenek. Úgyhogy végül is most fenne se tudja. Tehát azért mentek itt most a hírezgetések mostanság azért GTA 6-ról. Úgyhogy szerintem amúgy megy ennek a fejlesztése, csak ugye ezt nagyon igyekeznek is titkolni, meg azért ezt azért így... jól is megy nekik, meg nem is szerintem, tehát. Boy, she is looking like a daisy now. Tök, hogy most festettük le, meg újítottuk fel, aztán erre elvittök egy embert. Ez az első dolog, amit megcsinálok. Utána meg, hogy mindjárt neki megyek valakinek. Mondjuk egyébként mire kijön majd a GTA 6, szerintem az lesz majd 2025. Úgyhogy nem is az, hogy még most azért mindenféle remaster kidobnak. Hát most ugye itt volt a GTA 5-nek a mi is volt annak a neve? Ez a Enhanced Edition, vagy mi a túra, ami technikailag GTA 5 PS5-re és Xbox Series-re. Tehát Next Gen kiadása a GTA 5-nek, ami kijött 360-ra, PS3-ra, PS4-re, meg Xbox One-ra. Boom. Egyébként ez a rohadt kellemetlen, hogy a GTA 5-öt például, tehát nem lehet az Xbox 360-as változatát játszani Series-en. És amúgy szívas megvan a játék lemezesen, viszont a 360-on meg nem tud most izé fogadni egy darab lemezt sem. Keresni kéne basszus kulcs, vagy egy komplett olvasót, ki tudjam cserélni. Hát, vagy lehet, hogy nézni kell egy tartalék 360-at, ami tud fogadni viszont, ami csak ektelemezes játékokat fogad. Ouch. Mert ez így sajnálatos. Mert ráadásul most ugye volt tegnap az Xbox event. És... most ugye bejelentettek még néhány játékot, hogy mi fog kapni. Egyrészt mi lesz elérhető, mint visszafele kompatibilitásba. Másrészt meg mi az, ami kap még ilyen eléggé komoly felújítást, tehát ilyen patchet, hogy mit tudom én, 60 FPS-et tudjon futni, meg ilyenek. És most mondták, hogy egyébként ez volt az utolsó pak. Nem lesz most már több játék izé elérhető, vagy hát úgy, hogy nem fogják frissíteni most már visszafele kompatibilitást több játékkal. Úgyhogy szívás, mert még rengeteg, de rengeteg játék van, ami egyébként tök jó lenne, hogyha elérhető lenne akár így Series konzolon, de vagy játszható lenne, de nem lesz. Úgyhogy, ja, valamit kéne majd ezzel a 360-nal csinálni. Az oké, okay, hogy mondjuk a 360-an tud digitális játékokat fogadni, de mivel most a nagy többsége lemezen van, ezért jó lenne mondjuk egy működő Xbox 360, ami tud lemezeket fogadni. Úgyhogy igazából azt mondanám, hogy meg az is jó, hogy tényleg működne az, hogy legalábbis működne az olvasó. Úgyhogy ezt kéne valahogy elérni. Csak hát most ez az, hogy ez tényleg úgy lehet megcsinálni, vagy nézek baromi olcsón mondjuk alkatrészt, amiben mondjuk működik az olvasó, vagy venni egy olyan 360-at, X360-at, ami működik az olvasó ebben, mert aztán lehet az Elite is, meg a Slim is. Bármelyik. Fekete Xboxon meg úgy volt. Nem mindegy, szóval. Van. Egy kicsit szívás van. De meg nem tudok felmászni. Really? Bemászok így egy kakát. Kocsi.
Hello? Marty? Phil Cassidy sent me. Oh, hi. Marty ain't home or nothing. Oh, okay. Well, do you know when he's gonna be back? I don't know nothing. Eddig tartott. Excuse me. What do you want, boy? Nothing. Are you Marty? No. Now get gone, boy. Bitch! Bitch! Get your sorry ass out here! I thought I told you to clean this shit up! Marty, Mary Beth's been sick. Don't be using that baby as an excuse, Louise. Because I'll hit her as well as you. Are you Louise? I'm a friend of Phil's. Friend of Phil's? Well, why don't you say so, boy? I'm Marty J. Williams. I was too busy watching you threaten your wife. Well, we was only playing around, boy. Uh-huh. He didn't mean nothing by it. He only hits me when I deserve it. Oh, yeah? Well, Phil says you guys might have some work for me. I'm Vic Vance. Yeah, sure. I got a few things need taken care of right now, as a matter of fact. Drive me. And Louise, you better have this shit cleaned up before I get back. You got me? Az igen, de jó pofa. Na, hol tudok én itt kimenni? A business interest of mine is having trouble with some idiots I need putting straight. What business are you in? I look after people and they look after me. Sometimes I have to remind them of their obligations if they don't. But mostly I just mind my own business. You mind yours, pal. Always cause a boat, you dig? Ez hol a túróban van? Nem a brief érdekel, köszönöm. Ah. Amúgy ez a durva, hogy annyira még, most nézem, még annyira nem veszélyes a játék. Szóval, hogy ugye a Vice City-t azért eléggé lehet ismerni, hogy milyen volt. Sok banda háborúba belemenni, és mondjuk, de a... Mik voltak, várjál? Get on in there and teach them idiots a lesson. You're not coming? Why would I employ a dog and then bark myself? Go sick 'em, pal. Fú, basszus, nem fog eszembe jutni. Hova lett az M4-esem? Elvették az M4-esemet! Most veszem észre! Oh my god! Ez nem fair! Ja, meg a pisztolyomat. Pedig összelapkodtam. Please! I can't afford to pay any more protection! You don't pay? You don't stay! Fuck this place up! Who the hell is this hero? Anyád picsája az. Disrespect me, familia! I hurt you! Kis búzik. Már mi? You done real good, Vic. Marty? He's with you? What are you doing letting scum in your store? My protection don't run to no daily visit. Are you hot for me, boy? Is that it? You want to see my pretty face here every day? What? I no! For wasting my time, your protection rate just went up. Come on, Vic. These Cholo boys normally protect a store nearby. Now it's gonna need new protection. Let's go get it. No, jó van. You're running a protection racket? And more besides soon enough. Come on, put the pedal to the metal, step on it. Okay, ez kezd érdekes lenni, tehát hogy itt viszont izomból ilyen izék mennek, hogy protection money, meg ilyen túróságok. Meg itt izom nagy lövöldözés. This is it. Let's get in there and bring them into the fold. De jó, megint lövöldözhetek. Pay protection to the Cholo. I don't see them protecting you any. Vic, get to work. Marty, this ain't right. You want to get paid? Be a man. Or are you all hat and no cattle?
Please, I don't want any trouble. That's why you need us. Please! This is crazy! Ez igen. This is Cholo Turf. Let's not escalate this shit. I'll train. Okay, I'll pay. Azt ledarálták azért a Kevlar rendesen, de ezért jó, hogy van Kevlar. You did a man's job today. I might have more work for you. See you around. És most itt hagyott úgy, hogy rendőrök küldöznek? Mindjárt, nem. Nem sok pénzt adott. Mi a túró már megint ez a kamera nézet? Miért visz olyan kis picsányi messzire? Ó, basszus kucs, kell nekem egy uzi lassan. Elövődöztem az összes zsérdél. A francba. Ne segítse! Az Isten áldja meg. Még ilyet neki elsikítózni. Félnek amúgy nincs valami eldugva. Ilyen dugi pisztoly, M4-es, Kevlar, hasonló dolgok. Gyere ránézek. HP van ott arra. Oh my god! Na, jó van. Szerencsé életet azért nem kell tölteni, de ellenben Kevlar majd kell. Tökéletes. Give me that. You think you can jack me, bitch? Igen. Haha! Meg is tettem. Boomshine, mi blowout? Jó van. Nem bírom kiolvasni az izét. Mondjuk kell ez a cucc. Phil! What's going on? You're a mess. I'm not drunk. I'm just resting my eyes. Uh-huh. Okay. So, what's going on? My boom shines. About to get blown sky high by a bunch of angry scumbags. Damn it. What? Yeah. Them cholos are gonna blow up my liquor. And there's so much of it at the warehouse, one match will blow it all the way to Tennessee. Tennessee, here I come. Phil, come on, let's deal with this. The thing is, Vicky boy, my daddy was an angry man. He never ever told me I was special. In fact, he used to beat me, especially when he caught me staring at my cousin or my sister. You know what he said to me? He said I'd be better off dead. And how exactly is this helping? The tragedy of it is, I'm just like him. I am a drunk. I deserve to die. It should have been me instead of Zach on Hill 491, man. I'm coming home, Daddy! Yeah, Daddy, I'm coming home! Uh-huh. You're pathetic. Jó kis jó műsor volt ez. Na, menjünk a Warehouse-hoz. Ez jó lenne úgy közben felvenni egy Kevlart, M4, nem, hát M4-es is jó lenne, csak az a baj, ezt nem fogadni a játék, úgyhogy az Uzi is jó lenne. Na, ez szép volt.
Erre ezt gondolkozom, ez nem épületek közt volt. Ó, de hát itt volt az Uzi. Nem fog új leszpannolódni? Nem, mi? Na. Mindegy. Pótoltam egyet. Jól lehet, ez várja, hol a túróba találtam? Elfejtettem. Na franc. Jé, hát errefele járkáltam. I could have sworn I locked this place up. Phil, don't open the... Daddy! És túlélte, érted? Scheming cholo bastards body trapped my place. Ain't no use running. When that boom shine blows, we're all gonna die. Get a grip! I'll get your damn liquor. I'll back the truck up to the door. You load her up. Jó van. Megint izélünk. Ó, ez viszont elég egyszerűnek tűnik. Megvan. Fire's getting world. Jó van. Mehetek izé kerülőt tenni. Kaját nem kapta ezt fel. És most figyeljétek meg, hogy az lesz, hogy most felrobban, és most még egy kerülőt kell tenni. Francia megy ilyen lassan. Igen, most még egy. Szuper, még nagyobb kerülő. Ez amúgy sem egy gyors gépjármű. Meg hülyök és neki meg lofolnak. Menjél már! Micsoda kanyar volt, úristen! Micsoda sebesség! Jó. Most már akkorát pukkan, hogy most már... Jajjaj. Aha, mondtam én, hogy támosni az, hogy nagyobb kerülő. Ez az, megyünk. Csak nem erre. Húmore!
a heat növekszik. És megvagyunk. Úristen. I better put these babies in some safe place, huh? Yay. Help! Pyrus is hijacking the captain! Ó, hát mit találtam. That's my szerencse. Kevlar. Ja. Jó van, közben most nézem, hogy jó szar fele megyek. Azaz! Azaz! Hogy a túróba bírtam beakasztani ezt az autót. Hell yeah! Ennek a fele sem tréfa. Itt van közben egy körözettségi szint, csökkentő coin. Coin! Ez is azért, hogy most kénytelen vagyok gyalogolni. Legalábbis meg lehet nézni. Statisztika. Percentage completed. 2.5. Mission attempts. 6. Ez igen. Boats destroyed. Jó van. Ha? Number of headshots. Daily police spending. Criminals wasted. Bullets fired. Van itt minden. Accuracy 97. Distance traveled on foot. Jó, izére lettem volna egyébként kíváncsi. Kírja, hogy hány küldetés van összesen. De hát nem. Úgyhogy egyek kakát. Na, mentsünk! Mikor azon gondolkozom, hogy lehet egy field fogom zavarni először, azt majd utána megyek izé erre a Martira. Na, elszaladt. Na, nézzük akkor, jobbé. Na, lesz neked itt a Martinez. Hey, look who it is, Victor Vance. What's going on, amigo? You want some smoke? Fuck you, Martinez. Relax. Ma megint relax. Histrionic. It's like hanging out with a bitch on her period. You want me to fuck you up? Whatever, baby. The thing is, you work for Phil, and Phil? Phil works for me, which makes you my bitch's bitch. Figure that out. Man, this shit is heavy. So you had better play nice if you want to get paid, huh? Because if you don't get paid, then who's gonna look after your sick brother? Fuck you! Hey, change the record, baby. Fuck you! Fuck you! Fuck you! What did you expect me to do, huh?
I didn't screw you over for fun. I was saving myself, and you would do the same, and don't pretend otherwise. I had a career. So what? You got kicked out of the army. Big deal. Hey, I told Phil about some guns I can sell if you can get them. Hey, Phil, don't smoke too much of this shit, huh? It'll make you trip out. Get paranoid. Sure. Later, Jerry. Come on, Vic. This should silence any asshole following me. Jó van. We're gonna need some backup, Vic. I know some guys that'll help. De tök jó, most, hogy amúgy Martinez, tehát jól átbaszott minket, meg minden, valahogy érezt, hogy ez lesz. We better not be being followed. I'll rip those bastards' livers right out of their side. Chill out, man. There ain't no one following us. Ja, hoppa. You hit me, you idiot. Túlszaladtam. Ide kell jönni. Beach Camber. Hey fellas, come on! We're gonna make some money! They're good guys, Vic. Just always so quiet. Maybe I shouldn't trust them. Over. Ó, az anyádba azt a jó isten. Miért kell ide falat? Csinálni támfalat. Vajdó. És meg kell ezért forduljak. Édes Istenem. Az megfordulás volt. Jó van. Egy helybe érted. Tisztára, mint az Italian Jobba. Na jó van, te is öcsém a taxival. Nagyon jó vagy. Az igen azért, hogy lőnek. Jézusom! I'm gonna take the truck back to my place. Anyone follows me, you give them hell. Aha, király. Kéne egy másik autó szerintem. Ahelyett, hogy most ezzel a szarral megyek. Úgy ne, így kell ezt csinálni. Szépen felrobbannak úgy ne. Ez itt a srácok azért tudnak ám lövöldözni. Úgy né, szépen vissza. Is tűntek. Az very nice. Így kell megfékezni őket. Jó van, film, tudám vezetni. Oh,
Mondjuk érdekes, hogy amúgy, tehát várjál, csinált damage-öt meg minden, de nem a lövöldözésből születik ez meg, szerintem. Tök jó, elkezdtem folyamat nézni hátra. Azóta se spannol egy. Kettő jött eddig. Ó, édes Istenem, Phil, azért tanuljál már meg, légy szíves vezetni. Ez így nem oké. Tényleg azóta nem is jönnek. Mekkora csetség már. Ennyi. Kettő autó jött és viszontlátásra. Szerintem broken lett így a játék, hogy nem jött több. Yay! Üzenet? Jé, egy lenz. Ez double team, de... Damn, jó van. Ja, most már Fültől nem fog kapni több küldit, úgy néz ki. Hát pénzt azért nem sokat kapok. Na, hát megint nincs autóm. Hova a túróba tűnik ilyenkor a személy gépjárművem? De sok szar motort meg. Á, tetsém. Tudod mit? Rahagyjál meg, jó lesz a kamion is. I don't care. És bezzeg spannol normális autót. Vuzs, ribanc, vuzs! Miért tosz világított ott? Shotgun, azt instant felvenni. Oda megyek, felveszem. Hát tudtam én, hogy ott valami virít. De, ó, 28 történy. Very nice. Így kell ezt. Így kell ezt. Ez az igazi. Hey, Louise. Hey, Vic. How you keeping? Better now. Good. Hey, don't stop. I'm waiting for Marty. No, it's nice to talk to someone. So, Phil said you was in the service? Yeah, but I screwed up. You and me both. Damn it, woman. If you're gonna dress like a whore, I'm gonna turn you out. I was doing my aerobics, Marty! Crying out loud. Give me a break. I will. A broken fucking neck. You watch your mouth in my goddamn house. Sorry. Now look what you gone and done, you imbecile. Jesus, woman. Hey, what's up, Vic Vance? You said you might have some other work. Yeah, sure. I got some debt people need to start paying. If you don't shut that bread up, woman, I will! Screw you, Marty! You're nothing but an inbred hillbilly piece of shit! You better watch your mouth, tramp, or I'll knock them teeth out! That's it! I'm taking the baby and I'm going to stay with my sister! Good! Go ahead, go! Fat ass pig sister hers. I'll hit her and all too. Come on. Ilyen kicsit ilyen tipik Rednek, amúgy.
Várjál, shotgun viszont van még? Lehet ezt gyors meg kell nézni. Ah, most nem spannolt le új. Na mindegy. Se gáz, majd jönni kell ide. Később azt majd spannol egy. Hát, ha jól látom, ott van a lakáp, úgyhogy nincs olyan messze. Ilyen egy kis autó. Here's a list of shit needs repossessing. I don't think you got the stones to get it for me. Prove me wrong. Mi volt ez a hang? Steal the first car and take it back to Marty's. Jó van, autókat kell lopni. Az nem olyan vészes. Legalábbis remélem. Az igen? Jó van, jó. Hát micsoda autó ez, te? Hey! Son of a bitch, that's my car! Don't take it personally, pal! Szarügy! Kövid? Tök jó, hogy ez mindig respawnolódik, ez a cucc. Ez az autó. Add mi rá. Jó, hát ez szép volt, gyerekek. Jó, most szerintem tettem egy nagy kerülőt. Csak úgy. És ez pont jó, hogy amúgy a rendőrség előtt tesszük meg. Hát ez aztán... megy. Intercept delivery van. Szerintem ez hol van? Aha. Akkor itt végigmegyek, vagy egy híd, és akkor azon át, és akkor csótka egyenes. Mibe, hogy ebben lesz viszont egy csavar. Viszem. Ja, nem viszem. Jó, meg vagyunk. Ja, az igen, tele van izével, rádióval, meg ilyenekkel. Hoppá, hármas körözöttségi szint, azért ez annyira jó. Szórom a tévéket. Szóltam még egy tévét. Szórom a tévéket elfele. Ez így nagyon jó. Szép volt.
kell hárítani. Tudom, hogy van valami csavar ebben. Még egy tévét elszórtam. Még egy tévét elszórtam. Még egyet fogok. Kettő, hármat. Jó van. Get that van out of here! Why do I get the impression none of those debts were genuine? Whatever I say is mine, and what I say goes. If you want to get on around here, you'll learn that one, kid. Yeah, look, that is it. Render autót. Már is fogy a pisztolyomból a izé. Várjál, és mi van, ha ellopom ezt a renderautót? Már ha eltudom. Ja, hát persze, egy instant köröznek, mert itt a render. Várjál. Hülye vagy. Mentünk egy mi az render autót. Na. Oké. Ez is megvan. A gimmédet render autó. Azt hova menjünk? Ja, mert most van Marty, meg van Louise. Lois, nem tudom. Várjál, kell nekem fegyverpótlék a la shotgun. Mert pisztoly most meg kezd kifogyni. A shotgun meg jól jöhet. És... arrébb van. Vagy várjál, tudod mit? Nem, csináljuk meg a Martyét. Hát, hogy abból nincsen már sok amúgy. Waking up the neighbors. So it seems I got some competition. What do you mean? Them damn cholos are trying to muscle in on my repo business. It's time I sent them a message. Grenades? I just want to make sure they hear what I have to say. Granade. Before they leave for work. Az igen, tehát hozzájuk kell vágni a gránátot? Na ez úgy érzem nehéz lesz. Van egy eléggé masszív érzésem. Szerintem azt nézem, hogy nincsenek olyan messze. Na, a kérdés az az, hogy na most gránátot hogy fog tudni dobálni így Vice City-be. Komolyan nem robbant ez föl. Ma azt hittem, hogy helyette csak az én autóm robbant. Persze azonnal... Na, húzz el innen. A másik. Vagy ez itt van nem messze. De hülyek. Oda menjünk már. You can't kill me. I'm in this
Az jó, azt úgy meglőtték csak szimplán. Ez most már rám jöttek? Nice. Rám szálltak. Jó, robbanjatok. Tökéletes. Hát nem a gránátot akartam eldobni. Hogy rohadjál meg! Az kemény. Én most már robbantottam, mint az állat. Ott valami robbanni fog. Azt hagyom. Robbanjon csak, úgy nép. Viszlát. Én most gyakorlatilag szar helyen vagyok. Most mi lő rám? Ez nem lesz annyira könnyű feladat. Ez még él, ez a kocsi. Imádom a shotgun-t. Look at my gun. Be cool. I can put a bullet in you. Be calm. Oh, now, mama. You can't kill me. I'm nice. Imádom ezt a shotgun-t. I got kicked out of the army. You are really dumb. Így sem tudom kinyitni. Na jó, gimme that mentő autó. Most már rendőrök, hát egyre jobb. Hol vagyok? Na, nagyon jó. Itt, ha végigmegyek, akkor tökéletes, mert tudok keblát szerezni magamnak, mert életet hál' Istennek nem daráltam le. Ja, nem tudok keblát szerezni magamnak. Az egy nagyon szomorú dolog, úgyhogy majd kell. De nagyon kell. Íni. Így kell parkolni egy mentőautóval. Ez a shotgun, ez nagyon jó. Fú te, ez instant kill mindenkinek. Meg az autónak is azért eléggé hamar. Lehet pusztítani gránát nélkül is. Mondjuk tök jó, hogy van
Van még 5 gránátom szabadon. Azt tudom használni. Csak hát azért a gránát ez itt is szivatós. Shotgunt viszont kéne szedni, ez az egyik, a másik meg majd Kevlar is fog kelleni. Megjöttem. Hogy? Shotgun, badass. Me, brother. It's time to diversify my inches, Vince. Vic. Whatever. We're going into the whoring business. We're gonna take over place up yonder. Once we're in, it's party time. Yes, siree, boy. I just got me an inch I need scratching. Shame you're queer, boy. I might have tossed you a bone. Thanks, but I don't need you tossing my bone. Just get up there and clean the damn place out, Vince. Fog kelleni, de úgy érzem akkora. Stone vagy Jay. Ah, oda kéne menni először izé Kevlarért. Először nagyon gyorsan szerzünk egy Kevlart. Nagyon kelleni fog. És majd utána. Utána megyünk, mert oda szerintem lövöldözni kell menni. Kevlar! Más itt nincs. Na. Bum. Aha, jó van. Ó, hogy a fene, mi volt Take the Shotgun? Take the Shotgun, Marty has a range for you. De hát van shotgunom. Stonewall Jays again, aha. Jó, tehát itt lehet venni fegyvert azért majd. Majd. Akkor rohadjon meg azért, most érted, megvettem azt a fegyvert, meg minden. Tér, ez rablás. Fél pénzemet elvitte. Messze van. Hogy az a? Nagyon. Destroy the gang vehicle to trigger attacks on a business. Attacking an enemy business increases the gang's hate towards you. Hát ez nagyon jó. Nagyon ez hiányzik tényleg. Hát já, hofasz. Kell valami fedezék. De miért kelt el fel? Felvettem pisztolyt? Be cool or get shot. Your call.
You want to get killed, amigo? Hey, Bobby, don't kill me! Ja, hogy ez volt az izé, hogy volt egy ágy. És így ezt összetörtük. Meg tudom venni. What is buying this one? Az igen? Na mindegy, szóval... Mik ezek a szövegek, édes Istenem, ezeket most csak így hallom. Na, egy-egy autót. Mi mindegy szar? Azaz fussá, more. Ha le tudok menni a csatornába. Na jó. Jó messze vagyok. És itt van a... csaj. De először jó lenne menteni. Mentsünk egyet. Még most. Mielőtt szar lesz a lecsóba. Az igen, olyan gyorsan megyek, hogy nem bírtam még betölteni itt a dolgokat a játék. Na, oké. Na, akkor nézzük meg szerintem a csajt. Vele mi újság van. Legalább akkor meglátjuk, hogy mi a helyzet. De Martit még úgy is csinálni kell. Viszont most az a jó, hogy shotgunomban van most annyi töltény, mint a fene. Ezt nem bukom el meg ilyenek, akkor teljesen jó. Egy kocsi. When fun day comes. Hey. Louise. Hey, Vic. How are you? Getting better. Well, all right. Hey there. You deserve good things, honey. Maybe. Better than this shit. Hey, come on. What's wrong? Nothing. Everything. It's bullshit. I mean, I'm a fucking mess. Didn't finish high school. Got a kid by a goddamn prick. Living on my sister's couch. No hope. Come on, you're just going through a bad time right now. Things will improve. You'll see. Show me a way out. Just show me a fucking way out. I don't know. Look at it this way. I've been kicked out of the military. Now I'm working with jerks, robbing people, all to pay for my brother's medical bills. While my mother freebases half the money I sent anyhow. I am not the one to ask for advice. Yeah. Look at us. What a pair. Pathetic, huh?
Worse than pathetic. Hey, you want to go out? Maybe? Get some fresh air? Have some fun? Sure. Sounds good. Say, Phil said there was a quad bike race at the trailer park. Hey, there you go. Hey, great. Quad bikes and moonshine. Let's go. Aha, jó, akkor ezek szerint ilyen kicsit ilyen side mission-ök lesznek nála. Will the baby be okay back at your sister's? Sure, she'll be just fine. I'm looking forward to having me some fun. Ez pontosan hol is van? Ja, hát persze. Ugye Martina. Legalábbis ott a környezetébe. Ezek aztán fekvő rendőrök, baszki. Ez a Little Havana. Aha, hó, ez fel se tűnt. Good luck, Vic. You'll need it. Yay, verseny, kod verseny. Mondjuk nem olyan rossz az. Csak igen, ugye ezt kell elérni, hogy ne. Az igen? Egy kicsit csúszik. Ó, itt valakit majdnem elütöttünk. A fű az ennyire lebírt lassítani? Oh, hell yeah. És ez egy körverseny, oké. És meg is nyertem. That was great. I had the best time. Glad to hear it, Louise. Look, I'm a little worried about your baby. Oh, Mary Beth? She'll be fine, but maybe I better get back. Wait up. I'll take you. That's okay. Will you call on me sometime, Vic Vance? Na. Van a Shine Autos. Ja igen, ugye lehet venni ízét. Get involved in more street races. Még több shotgun töltény. Jó. Na, egyébként azon gondolkozom, nem tudom, hogy mi küldetést ezt mennyire fogom tudni gyorsan megcsinálni. Ez rohadt gyönyörű volt. Ja, azért azt nézem, hogy van elég töltényem. Jó sok mindenből. Uziból, pisztolyból, shotgunból. A shotgunt az érdemes tartani. Ez nagyon bedesz. Na, Martinnál még szerintem megcsinálok egy missiont, az lehet, pont most ugye annyi időt el is fog vinni, aztán én szerintem, mivel általában az első részek azért, hát mondhatni szokványos két órás idő szokott lenni, de szerintem most megtartom most is ezt. Már lehetne hosszabb, mert holnap viszont nem lesz stream. Ez szinte biztos, de úgyis a jövő hét ott van meg, hát igazából még így az év vége, úgyhogy... Utána nem nagyon tervezek a nagy kaliberű végigjátszásokat, meg is túl hosszúakat.
Úgyhogy mi meglátjuk. So I say, what kind of name is Thorkill? Oh, here he is, tough boy, the big man. How high can you jump, boy? Boy? Oh, you're pretty tough, you inbred piece of white trash. Why don't you come down here and ask me that again, huh? I ain't scared of you. Oh, yeah? Then why is your voice cracking, boy? All right, enough. I ain't scared. You stop disturbing the goddamn neighbors with this bullshit? I'm just saying. I pay you to help me. Not to argue. You hear? Loud and clear, yeah. Boss. Good. Now, we got some problems with them Cholos. They've been threatening my girls. Now I want you to teach them some respect. Anyway, I told them, you bring her over to me. I don't care if she's 14. I like her boobs. Ez még pedofil állat is, jó van. Check out Marty's brothel. Kötelező jelleggel kell menni, de mit kell vegyek? Egy saját lóvéból, aztán ad $500, azt jó napot kívánok. Ja, hülye vagyok, ez nem az. Jó, never mind. Ez a kis hülye izé bódi, amit megvett az idióta, amit kitisztítottam. Ja, azt nézem, hogy hol vagyok. Ó, nagyon jó, akkor fordulunk, veszük, ott a Kevlart felveszem. Ez kell. Hú, ezt nagyon meg kéne egyébként ezt a helyet jegyezni. Várjál, túlszaladtam. Ó, túlszaladtam. Vissza. Nagyon meg kéne jegyezni egyébként ezt a helyet, mert itt lesz ingyen Kevlart csak még egyelőre. Azt a fordulást, meg tolatást. De messze van, hogy túróból lehet ez. Na itt van. You start with us, we're gonna finish you. All you streetwalkers are gonna die. No one messes with the cholo. No one messes with the cholo. Úristen, ez nagyon rossz volt. Orszít, jó van. Rescue the girls. Na várjál, hol vannak? Menjünk akkor oda, ahova, amelyik a legmesszebb van. Over here, quick. Relax. We've got more than rubbers for protection. Hogy az anya? Busted. Jó. Véletlenül neki szaladtam a izének. Rendőrnek. Oké, mi van? De most megint mehetek oda. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Jó, hát a lof fütyített. Igen, egyébként az a jó, hogy lehet úgy nyomni, hogy ha beszállsz a taxiba, akkor oda küld a missionhöz, tehát ergo így restartolod a missiont. Ami nem rossz, meg minden, csak például most 7000-et kéne fizetni azért, hogy visszakapjam a fegyvereimet. How about ingyenes visszaszerzés, visszatöltöm a játékot. Van quadom is, úgyhogy úgy mentettem el, szóval csak vissza kell adnom, menjek, a szevasz, tavasz. Meg van oldva minden. Az igen. Már úgy mentem előre, hogy izé leszálltam róla.
Na, persze, of course nincs izém. Na, akkor elmegyünk Kevlarért. Fölszedem. Akkor eredeti terv. Originál terv. Hívni. Az igen. Nem volt hangja az ajtónyitásnak, csukásnak. Upszat, meg valakit elütöttek. Száznyolcvan. Easy. Nagyon jó, hogy itt kilóg a csöve a izének. Silenceres uzinak. Ó, az egy motoros rendőr volt, hogy ha annak neki megyek, akkor baj van. Az előbb is azért buktam el, mert amúgy szerintem neki mentem a rendőrnek. Nem tűnt föl. Úgyhogy az a baj, hogyha motoros rendőrt elütsz, akkor... Hát... Én az ejnye-bejnye. You start with us? Ne vagy toki kakába. Na, húzunk bele. Over here, quick. Relax. We've got more than rubbers for protection. Nice. Sikerült összehozni azt, hogy egyébként a csaj az tud izé beszállni. A másik nem a izékkel, köszi, hello. Jó. Come on, let's go. Csak kicsit elintézni, hogy elütöttem. Ez nem jó, hogy ez itt robbant. Bár hál' Istennek az autó bírja. Ah, az igen, hogy csúszik már. That was fun. Baby, you're incredible. Just glad to be of service, ladies. Take it easy, girls. Look after yourselves out there. Nem tudom, mi történt. Martinak nem kell dolgozni tovább? Mondd, hogy így van. Oh yes. Jól látom, nincs több Mart is küldi. Mi azért jó, mert akkor ezek szerint lehet, hogy lazával fogok kezdeni legközelebb a jövő héten. Helyette van Phil. Nem, hogy meglátjuk, meglátjuk. Attól függ, hogy mihez lesz kedvem. Ez majd a jövő hét zenéje lesz szerintem. De jó az autó. Olyan jól megy. De olyan jó hangja is van. Sebesség! Meg is vagyunk. 126 töltényen van a shotgunba. Nagyon jó. Na, jó van. Akkor a helyzet az az, hogy szerintem első körben akkor legyen ennyi. És hát lehetett látni, hogy milyen a játék. Azért eléggé bedobott hirtelen a, hogy is mondjam, így a, mondhatni mély vízbe. Nem teljesen, mert azért majd későbbiekben fog, ahogy a GTA általában szokott, hogy azért így későbbiekben jönnek majd a durvább és durvább küldetések, majd lehet, hogy jönnek olyan agyament hülyeségek, mint mondjuk az RC helikopteres, mármint a Vice City-ből,
de ez még, ez majd a jövő héten úgyis kiderül, de azért látni lehetett, hogy az elején már ilyen M4-est is simán tudtam szerezni, meg ilyenek, aztán megint nullára le, meg stb., úgyhogy beledobítám mindenfélébe. Na, úgyhogy ennyi lett volna a mai alkalomra a GTA Vice City Stories végigjátszásának első streamje, remélem, hogy tetszett és jól szórakoztatok, és hát ahogyan mondtam, a hétre most nem lesz, úgyhogy, vagy hát legalábbis a holnapi alkalmat illetően nem lesz stream, úgyhogy jövő héten fogunk találkozni hétfőn, és hétfőn szerintem azért egy picit jobban meg fog majd lökni a streamet, úgyhogy nem lesz nem két órás lesz, hanem picit több, úgyhogy hasonló, mint a Forza esetében egy picit többet fogok majd rádobni, úgyhogy lehet számítani 3-3,5 órás streamekre is akár, úgyhogy a jövő hét az ez lesz. Úgyhogy találkozunk hétfőn, addig is további szép napot, sziasztok!